Egyébként. A magyar szabadság örökös szimbólumaként állt előttünk. Rájuk emlékezünk, ahogy Szentendrében, itt Debrecenben is. Ünneplésünk kezdetén énekeljük el Bárdos Ildikó népdalát egy énekessel együtt a hitet.
számom. Onnan nézve szép Magyarországot, bandájának a zenés nagy emlékezés. Tisztelt debreceni polgárok, kedves vendégeink, ünnepi műsorunkat koszorúzással folytatjuk. Nagy tisztelettel köszöntöm nemzeti ünnepünkön az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulóján megjelent önkormányzati állami szervek, a honvédelem és a rendvédelmi szervek vezetőit. Köszöntöm a megjelent politikai pártok, civil szervezetek, egyesületek jelenlévő képviselői, debreceni polgárokat. Koszorút helyeznek el Debrecen megyei jogú város önkormányzata nevében dr. Széles Diana alpolgármester, Komolai Szabolcs alpolgármester és dr. Barcsa Lajos alpolgármester. Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár nevében Szoszjár Balázs, ezredes, parancsnok, Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság 2. katonai igazgatási központja nevében Nagy Zoltán alezredes, parancsnok. Rendőrfőkapitányság és a debreceni rendőrkapitányság nevében Uzonyi Attila rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, városi kapitány. Bihar megyei büntetés-végrehajtási intézet nevében Vörös Marti Imre, BVA ezredes, a biztonsági osztály vezetője. Kedves debreceni szervezet nevében Kovács István önkormányzati képviselő és Nagy Sándor önkormányzati képviselő. A Fidelitas debreceni szervezet nevében Alexa Ádám, a Fidelitas megyei alelnöke, és Erdélyi Anna, a debreceni Fidelitas tagja.
demokrata néppárt debreceni szervezete nevében Jámbor Ferenc elnök és köszönjük a beengedett tartást. A Jobbik Magyarországért mozgalom nevében Herperger Róbert önkormányzati képviselő és Csikai József önkormányzati képviselő. A Magyar Szocialista Párt debreceni szervezete nevében Madarasi István városi elnök önkormányzati képviselő és Sutár Miklós városi elnök. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége nevében Lánciné Patrolán és Mitók Miklós. Magyarország 56-os Vitézi lovagrend nevében Vitéz Szilágyi Gábor nemzetőrezredes és Vitéz Bodrogi Péter Vitézi hadnagy. A debreceni szakképzési centrum nevében Kovács Nagyné Zilahi Eleonóra gazdaságvezető kancellárhelyettes és Füse Attiláné főigazgató. A debreceni városvédő Szépítő Egyesület nevében Szolga Benyáminé elnökségi tag és 100 Árpádné. A Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium nevében Margáné Szabadka Tünde intézményvezető, Bordásné Gyulis Katalin intézményvezető helyettes, valamint Tóthüli Brigitta és Hartmann Zsolt tanuló. Kivonulása következik. Irány utána, lassú dísz lépés, lépés, én, lőj! Előtt 1849. januárjától Debrecenben ülésezett a kormány. Erre emlékezünk a Debrecen a Szabadság Fővárosa rendezvénysorozat eseményeivel, többek között a mai nappal is. A Petőfi szobor tövében Petőfi Sándor 1849-es szerepvállalásairól Mercs János és Pap István színművészek tolmácsolásában hallhatunk, majd a debreceni Hajdú táncegyüttes ördöngős füzesi táncait láthatják, kísér Molnár Miklós bandája. Ezt követően az ünnepélyes masírozás következik. Berzsenyi Dániel versora ad ihletet vonulásoknak,
nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. Arra biztatok mindenkit, hogy kövessék együtt a debreceni helyőrségi zenekart, a táncosokat a megyeházáig, majd a városházáig, ahol az Ady Endre gimnázium diákjait és a debreceni népi együttest láthatják, kísér Molnár Miklós bandája. A városházánál Veres Hunor népénekes összeállítása is elhangzik majd. A menetben felvonul a Hajdú-Bihar megyei lovas és huszár hagyományőrző egyesület is. ...1849 császári és királyi alkalmat. Körözvény adatik ki, hogy a magyar szabadsághoz vezető személyiségeit kézre kerítse. Kossuth Lajos, Szemere Bertalan, Görgei Artúr, Bem József és Petőfi Sándor, kinek különös is... ...való visszavonulásba. A forradalmár költő Bem tábornokban megtalálta hadvezérét, az eszményítőst. Bensőséges, szinte apa-fiú kapcsolat jött létre köztük. Amikor lehetett, Bem kímélni akarta a harc veszélyeitől, és lehetőleg visszatartotta, de a költő mégis többször belekerült az ütközetbe. A győzelmes Priski csata előestéjén futártisztként a kormány akkori székhelyére Debrecenbe küldte. Mészáros Lázár hadügyminiszter előtt szokásának megfelelően kihajtott gallérral, nyakkendő és kard nélkül jelent meg. Őszintén sajnálnám, fiatal barátom, ha a különszködése bajt idézne el. Mi a többi tisztnek nem szabad, magamat se kivéve, ne kívánja, hogy önnek arra kiválságos szabadsága legyen. 1849. február 17. Megfontoltam a dolgot, melyért tegnap magához hivatott ön. Annak következtében jelentem, hogy kapitányi egyenruhámat levetettem. Miután azt nyakra való nélkül egyáltaljában nem lehet viselni, és miután nyakra való nem hordás végett, döbleckésztetést, vagy pláne kényszerítést. Nincs kedvem tűrni. Én tettem már annyi szolgálatot a hazának, hogy nekem meg lehet azt engedni, hogy a hazát... Ja! A sors, amely hatalmasabb, mint egy két nemzet, ha egy szélnak. Egy a cél. A közös bilincset összetörni, melyet hordozunk. Összetörjük esküszünk piros mély sebeinkkel megcsúszott hazát. Dalolj! Dalolj, kedves madár! Eszembe hozzák-e dalok, hogy nem csak gyilkos eszköz, katona, egyszer sem költő is vagyok. Eszembe jut dalodról a költészet és a szerelem. Az a sok jó, mint a két istennőket, és mi tenni fog vele. Jövő erényte koronás haragja légiónként bérszolgáit, hogy számodra innen a pokolba holttestet fölépítsünk hidat. Minek őszik? Hisz be a vezérnek, a szabadság régi bajnoka. Hosszú álló fénnyel jár el, mint úgy osztról egy a véres csillag. Emlékezett, s remélt. Ez a két rózsafa ismét virít dalodra, és lehajtja mámoros lelkem fölé szép lombjait, és álmodik. És álmai oly kedvesek, oly édesek, te rólad álmodom, mi van gyalog, kit olyan bűvel szeretek, ki lelke ütössége van, kit Istentől azért nyerék, hogy megmutassa, hogy nem odafönt, de lenn a földön van az ég. Dalolj, pacsírta, hangjai kikeltik a virágokat, szívem mi puszta volt, és benne már ott van milyen sokszínű virágok. Ott vannak, ott vannak. Thank you.
Köszönöm. Köszönöm, hogy elvittél. Nagy nemzeti ünnepünkön az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulóján megjelent önkormányzati állami szervek, a honvédelem és rendvédelmi szervek vezetőit. Köszönöm. Köszöntöm a megjelent egyházak, intézmények, politikai pártok, civil szervezetek, egyesületek jelenlévő képviselőit és Debrecen ünneplő közönségét. Kérem önöket, énekeljük el közösen a himnuszt, a debreceni helyőrségi zenekar kíséretében vezényel Pál István Bernát. László. Gyász! Zászlóval. Tisztelek! Közös ünnepünk emlékidézéssel folytatódik. Az összeállításban közreműködnek Csikos Sándor, Jászai Mari díjas kiváló művész, Hozatos diákjai művészeti vezetőjük Várva Almilona. Fogadják őket szeretettel. 1849. Itt a Zanini zászlóalj zenészei szolgáltatták a zenét. A nap eseményeiben részt vett még az 5. huszárezred Yeah!
Kossuth levele feleségéhez a cibakházi főhadiszállásról és a seregek elindulásáról. Kedves angyalom, szavamat tartom, minden nap írok, jó kedvem van a deréksereg között. Itt híd van a Tiszán át, 20 000 emberünk már által ment. Meglátogattam a lágerben, gyönyörű látvány. Holnap vezéreink támadnak Nagykőrös felé. Hely, ha megverik a németet, bedicső dolog lesz. Damjanics megígérte a 3. és 9. zászlóhajnak, hogy 24-én beviszi őket Pestre. Én hát meghívtam a 2 zászlóhajat 25-ére, ebédre, Pestre. Sok vendéged lesz, vagy 2000. Csókollak 1000-szer, kedves angyalom. Ölelem kedveseimet. Március 15-e. Üdvözlünk szemnapja a magyar szabadságnak, s üdvözlünk imádott Istenség, ki ránk virrasztált hazánynak e fő ünnepét. Atyám fiai, e napon szabadult föl a gondolat rabláncaiból. E nap veri le lábainkról a szolgaság százados nyűgét. E napon riadt meg a magyar nemzet föltámadásának örömhangja határaink között. Most egyesztendeje, hogy kimondatott a nagy szó, miképpen a hazának minden polgára egyenlő. Úr és szolga nincs többé. Eltöröltetett a robot, leromboltattak a testvért testvértől elválasztó falak. Legyetek üdvözöltek testvéreink a harcmezőn, és a faluk egyszerű csendében. Az itteni sereg élelmezésére hetenként 100 000 pengőforint kíváltatik. A minisztérium tehát akint intézkedjék, miszerint ezen összeg hetenként 2 ízben, fél-fél rátában pontosan kiszolgáltathassék. Kelt a török Szent Miklósi főhadiszálláson 1849. március 15-én. Az 1849. március 15-i évfordulati országos ünnepély alkalmával a debreceni helvét hitvallást tévő egyház nagy templomában a vegyes felekezetű hallgatóság előtt Könyves Tóth Mihály református lelkész tartott egyházi beszédet, majd Szoboszlai Pap István püspök mondott könyörgést. Hozzád jövünk, népeknek ura, földnek ura, mennynek ura, nemzeti ünnepet szentelve, dicsőítésedre jövünk te hozzád ma, megújult nemzet léktünk lapján. Hozva zsámolyodhoz hálaérzetet, hozva zsámolyodhoz panaszt, elkeseredettet, hozva elődbe könyörgést, forrón buzgót. Atyánk, nyisd meg egeidet hálaszavunk előtt, mellyel te hozzád jövünk régi időkbeli irgalmadért, jó téteményeidért, melyeket cselekedtél elejétől fogva a mi nemzetünkkel. Tudjuk mi, hogy te hoztad ki a nemzetet távoli világrészből, és te vezetted a megáldott földre. Te őrizted itt 1000 viszontagságos év folyamán annyi idegen, rokontalan, sokszor ellenséges népnek közepette, annyi háborgattatás, annyi ostrom és veszélynek közepette. Uram, te őrizted itt, te voltál, csakis te lehettél a népnek hajléka elejtől fogva. Te voltál ennek erős bástyája, őriző pásztora, Istene, e máj napiglan. Hálaszavunkat emeljük hozzád, kegyelemért, amellyel törvényeket adtál nekünk. Törvényeit a szabadságnak, amelyre te hívtad, a népeknek mindegyikét, és így a mi népünket is, hogy ne légyen többé e nemzetnek java idegen nepek érdekének feláldozva, hogy fejlődjék a nép akadálytalanul, és emelkedjék magasra független önállóságban. Ápolják a hazát saját szülöttei, neveltjei, keblének szerelmei. Ó, fogad oltalmad alá mindenkorra, midőn így nehéz harcot vív e hazát. Isten, mi Istenünk, könyörgünk néked, hazánk fegyverben álló fiaiért, nemzeti hadseregeinkért és a velük harcolókért,
a mi szent ügyünkért, az igazság és a szabadság minden népekkel közös szent ügyéért. Te légy velük mindezekkel, te oktasd vezéreiket, és te bátorítsd a vezetettek sokaságát. Ámen. Egymagára a gyáva népek a magyart. Lánc csörg minden kézen. Csupán a magyar kezében cseng a kard. De hát kétségbe kell leesnünk. Hát búsuljunk el miatt. Ellenkezőleg, óhon, inkább ez légyen, ami lelket ad. Emelje ez föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény, mely amidőn a többi alszik, íg a sötétség éjjelén. Ha a mi fényünk nem lobogna a véghetetlen éjjel át, azt gondolhatnák fönn az égben, hogy elenyészett a világ. Tekints reánk, tekints szabadság, ismerd meg most a népedet. Midőn más könnyed sem maradni, mi vérrel áldozunk neked. Vagy kell-e még több, hogy áldásod ne érdemetlen szálljon ránk. E hűtlen korban mi utolsó, egyetlen híveit valánk. Európa csendes, újra csendes, ez utat forradalmai, szégyenre áll, ne csendesül, mi szabadságát nem vívta ki. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő tömeg! Tisztelettel felkérem Papp László polgármester urat, mondja el ünnepi köszöntőjét.
engedhessék meg minden népeknek a nemzet szabad kifejlődése. A nemzetiség nem cél, hanem eszköze a szabadságnak. Mint a szabadság sem cél, hanem eszköze az emberi és polgári tökéletesedésnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplő debreceni polgárok! Az előbbi gondolat Szemere Bertalan miniszterelnöktől származik, aki 1849-ben itt Debrecenben irányította a szabadságharc kormányát, hitettéve a szabad magyar nemzet ügye mellett. A magyar történelem egyik legkiemelkedőbb jelentőségű, a magyar nemzettudatban mindmáig legnagyobb hatással bíró forradalmát 1848. március 15-ét minden magyar ember a hazaszeretet legtisztább érzésével ünnepelheti. De különösen igaz ez ránk, debreceniekre vonatkozóan. Hogy miért különleges debreceniként ünnepelni 1848 forradalmát? Mert 1848. március 15-e megalapozta a magyarság elsöprő erejű egységét, amely magával hozta a nemzet öntudatra ébredését, majd az ország függetlenségének kinyilvánítását. És a magyar nemzet ezen legnemesebb küzdelmében Debrecennek különleges, történelmi szerep jutott. Városunk 170 évvel ezelőtt az ország sorsát befolyásoló események helyszíne, hazánk ideiglenes fővárosa volt. Ezt a helyet, ahol most állunk, a Piac utca nagy templomtól a városházáig terjedő szakaszát 1848-ban és 1849-ben a szabadság terének nevezték. Így írtak róla hivatalosan a forradalom és szabadságharc újságjaiban, de így mondták a debreceni civisek maguk között is. És így emlegette a helyet Kossuth Lajos, valamint a forradalmi kormány más jeles személyiségei, az országgyűlés követei és a főrendi ház tagjai is. Debreceniként büszkén emlékezünk arra az időre, amikor Pest megszállása miatt Debrecen volt az ország ideiglenes fővárosa. A szabadságharc nehéz hónapjaiban, vagy egy másik megközelítésből a legszebb időszakában, a tavaszi hadjárat idején városunk fontos bástyájává lett az ország függetlenségének. Egyik fő letéteményese a nemzeti szuverenitásnak. Mint ahogy Szemere Bertalan mondta, a nemzet szuverenitása eszköze a nemzet szabadságának. 48 szellemiségében gyökeredzik tehát az erős és szuverén magyar nemzet modernkori gondolata. Minden, amit a szuverenitásunkból átengedünk másnak, kockázat nemzeti szabadságunkat illetően. 1848. március 15-én a magyar nemzet fegyverek és erőszak nélkül csupán a lelkesedés és a hazaszeretet erejével elérte, hogy a forradalom ügye győzelemre jusson és a birodalom meghátráljon. 1848 tavaszán politikai, 1849 áprilisában jogi, majd a tavaszi hadjárat katonai értelemben is sikerült, ha átmenetileg is, de győzelemre vinni a magyar szabadság ügyét. Kitágítottuk az önrendelkezés kereteit, kezünkbe vettük sorsunkat, magunk akartuk alakítani a jövőnket. A magyar nemzet szuverenitás iránti vágyának erejét mutatja, hogy csak két korabeli nagyhatalom, az osztrák és az orosz birodalom összefogása tudott bennünket térdre kényszeríteni. A forradalom győzelme életre hívta a független, felelős magyar kormányt, megteremtette a feltételeit annak, hogy képesek legyünk az ország katonai védelmére, biztosítani tudjuk a pénzügyi függetlenséget, és elindulhasson a magyar érdekeket szolgáló magyar törvényhozás.
A magyar nemzet évszázados szuverenitás iránti vágya győzedelmeskedett, amely győzelem ízét a szabadságharc elvesztését követően csak a 20. század végén ízlelhettük meg újra. 1990-ig végig valamilyen birodalom árnyékában éltünk. Hol a Habsburg, hol a német, hol pedig a szovjet birodalom vetett árnyékot a magyar szabadság ügyére. És most, a 21. században kijelenthetjük-e mi magyarok, vagy távolabb tekintve Európa nemzetei, hogy megszabadultunk-e végleg a birodalmi szemlélettől? A válasz most az, hogy nem. Az európai nemzetek szuverenitására ma megint árnyék vetül. Ez pedig nem más, mint a gyenge nemzetek Európája. Az Európai Egyesült Államok eszméje egy új birodalom megvalósítására irányuló törekvés, amely ma már része az európai közbeszédnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Lássunk tisztán! Mi magyarok még sosem jártunk jól, ha egy birodalom akart gondoskodni rólunk. Az Európai Egyesült Államok megvalósítására irányuló törekvés egyet jelent a nemzeti önrendelkezés súlyos csorbításával, egyet jelent 48 forradalmi eszméjének felszámolásával. Ezzel szemben viszont az erős nemzetek szövetségén alapuló Európa, amely megítélésem szerint Magyarország érdekeinek megfelel, nem fordul szembe sem 48, sem az európai együttműködés szellemiségével. Kossuth Lajos az erős magyar nemzetért küzdött. A márciusi ifjak és a szabadságharc katonái egy erős és független Magyarországért harcoltak, és adták érte életüket. Csak akkor vagyunk hűek 1848 szellemiségéhez, ha hazánk szuverenitását nem engedjük csorbítani, és határozottan kiállunk amellett, hogy Magyarország határainak védelméről nem mondunk le. Az ország határait nekünk jogunk és kötelességünk megvédeni. A nemzeti érdekeket védeni, azt nem kiárusítani, a hazát megvédeni nemzeti tradíció, mármint azoknak, akiknek jelent valamit a haza fogalma. 170 évvel ezelőtt az nem volt kérdés, hogy ki védje meg az országot, mi magyarok, vagy valaki más helyettünk. És bármilyen furcsa, ez sem mond ellent az európai szellemiségnek. Kinek szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol, s lelkében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt, mondja Kölcsey Ferenc. 1848 márciusának forradalmáról ma nem beszélnénk, ma itt nem ünnepelnénk, ha a márciusi ifjak számára kérdéses lett volna, hogy szabad-e a magyar nemzeti érdekeket egy külső hatalom a birodalom érdekei elé helyezni. Számukra nem volt kérdés. Minden körülmények között első a haza, a legfontosabb az, ami a nemzet érdekeinek megfelel. És fogadjuk el, hogy akkor vagyunk méltóak 1848-49 hőseihez, ha nem idegen érdekek mentén, nem külső hatalmaknak való megfelelés szándékával alkotjuk meg hazánk jövőképét, azaz a jövőt a magyar nemzet érdekeinek megfelelően tervezzük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hadd folytassam Kossuth egyik legszebb, Debrecenhez szóló gondolatával. Íme én a nemzet nevében Debrecen városát, a magyar szabadság őrvárosának nyilatkoztatom, és az országgyűlést és kormányt a debreceniek becsületérzésének rendíthetetlen sziklájára helyezem. Ma is büszkék lehetünk erre a kossuthi gondolatra, és tiszta lelkiismerettel mondhatjuk, hogy Kossuth 170 évvel ezelőtti bizalmára Debrecen ma is érdemes lenne, hiszen őrzi tradícióit, keresztény értékeit, és ma is komoly szerepet vállal az ország fejlődésében, a Kárpát-medence magyarságának erősítésében.
Debrecen kiemelkedő jelentősége nemzetünk történetében, történelmében elvitathatatlan. De azt akarjuk, hogy hazánk jövőinek építésében betöltött szerepünk is megkaphassa a történelmi jelzőt. Ezért építjük az ország keleti részének legerősebb gazdaságát, és ezzel párhuzamosan legnagyobb oktatási rendszerét, ezért erősítjük a város kapcsolatrendszerét határon innen és túl, ezért segítjük az agglomeráció településeit. Célunk, hogy Debrecen vezetésével létrehozzuk az Európai Unió egyik legversenyképesebb régióját. Debrecen 170 évvel ezelőtt ezekben a napokban az országgyűlés és a kormány székhelye volt. Egy olyan város, amelyet se folyó, se hegy, se várfal nem védett. De védte és vele együtt az ország vezetőit Debrecen szellemisége, az az egység és összetartás, amely büszkén mondhatom, ma is jellemzi és erejét adja városunknak. Debrecen szellemisége, a város fejlődése és regionális stratégiája egyszerre szolgálja az ország érdekeit, a Kárpát-medencei magyarság ügyét és a keresztény alapokon nyugvó Európa fejlődését. Amikor 170 évvel ezelőtt ugyanitt élt elődeink megteremtették annak lehetőségét, hogy Debrecen az ország fővárosa, a szabadság legfontosabb őrbástyája legyen, ugyan ebben az összefüggésben gondolkodtak. Debrecennek az ország ügyének szolgálatába kell állnia, és a magyar nemzet szabadságának kivívásával hozzá kell járulnia Európa erősödéséhez és fejlődéséhez. A debreceni szellemiség, a protestáns függetlenségi hagyományok, a református kollégium híres növendékein keresztül a reformkor üzeneteinek részévé váltak, és tovább éltek a forradalom eszményeiben és törvényeiben. Ez a debreceni történelmi múlt és felelősség, a történelmi gyökerekkel bíró egység és összetartás számunkra ma is olyan szilárd alap, amely erőt ad ahhoz, hogy elvesztett forradalmak és szabadságharcok, az elvesztett 20. század után Debrecen kiemelt szerepet vállaljon abban, hogy a magyar a 21. század győztes nemzetei közé tartozzon. De ezt nem lehet másként elérni csak akkor, ha valóban azok mellett tesszünk hitet, akik a végsőkig kitartanak a magyar nemzeti érdekek mellett. Erre figyelemmel is, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves debreceniek, engedjék meg, hogy beszédemet Széchenyi István gondolatával zárjam, amely 1848. március 14-én hangzott el a bécsi forradalommal kapcsolatos országgyűlési vitában. Most mindenek felett rendre van szükség, s nincs senki, aki jövőjévé ne lehetne a nemzetnek. De nincs senki oly kicsiny, hogy az ellenkezővel ne árthatna. Ahhoz, hogy egy testé összeforjunk, ajándékozzuk meg egymást kölcsönös bizalommal, és hogy a hazát megmentsük, fogjunk kezet egymás. Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! Tisztelt hölgyeim és uraim! Polgármester úr ünnepi gondolatai után műsorunkat a Kossuth szobor megkoszorúzásával folytatjuk. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója tiszteletére Debrecen megyéjogúváros önkormányzata nevében koszorút helyez el dr. Papp László polgármester, dr. Széles Diana alpolgármester, Komolai Szabolcs alpolgármester és dr. Barcsa Lajos.
Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal nevében koszorút helyezel Rácz Róbert kormány megbízott. Hajdú-Bihar megyei közgyűlés nevében Pajna Zoltán elnök. Oroszországi Föderáció nevében Baranov Dmitrij főkonzul. Debrecen megyei jogúváros Örmény nemzetiségi önkormányzata nevében dr. Peltekien Aram Abrahamné elnök és dr. Pénzes Ferenc elnök helyettes. Debrecen megyei jogúváros Ruszin nemzetiségi önkormányzata nevében Bardóczi Piroska a Ruszin nemzetiségi önkormányzat elnök helyettese és dr. Nagy József. A tiszántúli református egyházkerület nevében dr. Fekete Károly püspök és Derencsényi István egyházkerületi főjegyző. Debreceni Evangélikus Egyházközség nevében Asztalos Sihárd igazgatólelkész és Abafi Zoltán az Evangélikus Egyház zsinatának nem lelkészi elnöke. Debreceni Zsidó Hitközség nevében Horovic Tamás a Zsidó Hitközség elnöke és Heller Zsolt a Debreceni Zsidó negyed kurátora. Gyülekezete nevében a Szent Pál Akadémia teológus hallgatói.
Debreceni Egyetem nevében dr. Barta Elek rektorhelyettes és Csont István a DEHÖK elnök helyettese. Bihar megyei rendőrfőkapitányság nevében dr. Gyurosovics József rendőrdandártábornok, rendőrségi főtanácsos, címzetes egyetemi docens, a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság vezetője, a debreceni rendőrkapitányság nevében Uzonyi Attila rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, városi kapitány. Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár nevében Szlosszjár Balázs ezredes parancsnok, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ nevében Nagy Zoltán alezredes parancsnok. Hajdú-Bihar megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság nevében Kovács Ferenc tűzoltó dandártábornok, a debreceni Katasztrófa Védelmi Kirendeltség nevében Nagy Imre tűzoltó ezredes. Hajdú-Bihar megyei Adó- és Vámigazgatóság nevében Veres István László igazgató és dr. Szabó János József pénzügyőről ezredes igazgatóhelyettes. Fidesz debreceni szervezete nevében Papp Viktor frakcióvezető helyettes önkormányzati képviselő és Cellér László önkormányzati képviselő. Fidelitas debreceni szervezetének nevében dr. Bodnár Zsuzsa Anna és Cibere Zsuzsanna Fidelitas tagok. A Kereszténydemokrata Néppárt debreceni szervezete nevében Jámbor Ferenc elnök és Puskás Tibor elnökségi tag. A Jobbik Magyarországért mozgalom nevében Kőszegi Csanád Ábel önkormányzati képviselő és Nagy Péter az ifjúsági tagozat elnöke. A
A Magyar Szocialista Párt debreceni szervezete nevében Madarasi István városi elnök, önkormányzati képviselő és Suták Miklós városi alelnök. Civil Fórum debreceni egyesülete nevében dr. Gondola Zsolt Zoárd önkormányzati képviselő az egyesület elnöke, Szabó Zsolt elnökségi tag és Bordás István elnökségi tag. A Munkáspárt debreceni városi szervezete nevében Dohány László megyei alelnök és Vargáné Simon Edit városi elnökségi tag. A Kárpátaljai Szövetség nevében Vitéz dr. Kövér László elnök, Vitéz Vántus Viktor a szövetség tagja, és Vitéz Balog Miklós a szövetség társelnöke. Debreceni Kossuth Társaság nevében Juhász Imréné elnökségi tag és Jóga László elnök. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége nevében Lánci Lajos megyei elnök és Bakó József megyei elnök helyettes. Nagy Imre Társaság nevében Csiszár Mihály a társaság alelnöke. A magyarországi 56-os vitézi lovagrend nevében Vitéz Ménes Attila törzskapitány helyettes és Vitéz dr. Ménes István vitézi hadnagy. Délalföldi 56-os vitézirend nevében Kondorné Fanta Mária a Délalföldi 56-os vitézirend törzskapitánya és Bihar László a vitézirend tagja. Történelmi vitézi rend nevében vitéz Szabó Zsolt Lajos vitézi hadnagy és vitéz Hunyadi Péter. A
Vitézi rend Hajdú-Bihar megyei szervezete nevében Vitéz Antal János Csaba törzskapitány, Vitéz Mikola Béla vitézi hadnagy és Vitéz Angyal Péter vitézi hadnagy. A Debreceni Szakképzési Centrum nevében Kovács Nagyné Zilahi Eleonóra gazdaságvezető kancellárhelyettes és Hüse Attiláné főigazgató. A Debreceni Tankerületi Központ nevében Karika Rozália kabinetvezető és dr. Vántus Andrásné igazgatóhelyettes. A Debreceni Városvédő és Szépítő Egyesület nevében Tikász Gergely alelnök és Révészné Győri Éva ellenőrző bizottsági tag. Hajdú-Bihar megyei és Debrecen nyugdíjas szervezeteinek szövetsége nevében Molnár Ferencné a szövetség elnöke és Dóráné Szalontai Piroska a Debreceni Nyugdíjas Egyesület alelnöke. Debreceni Ady Endre Gimnázium nevében Türk László intézményvezető, Várhalmi Ilona művészeti vezető, valamint Németh Nóra és Ludosi Nagy Tamás diákok. Debreceni Kosárlabda Akadémia nevében Balázsi Soma, Fülep Dániel, Holléri Balázs és Neuwirth Bence. Hajdú-Bihar megyei Huszár Bandérium nevében Vitéz Szoboszlai Endre Huszár százados, a Hagyományőrző Egyesület elnöke, Vitéz Szabó Ferenc, a Magyar Honvédség önkéntes területi tartalékos századának zászlósa, Huszár zászlós, és Vitéz Szoboszlai Soma Huszár szakaszvezető. Tisztelt debreceni polgár! Bölcsőd, ásnál
Tiszteletünk ezzel véget ért itt a Kossuth téren. A déri térre is szívesen invitálom Önöket, ahol család...